Tavasz óta új igazgatója van a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtárnak, Lehóczky Katalin személyében. Hát a bekésvés, de gratulálok a kinevezéshez. Igazából nem tavasz óta végezi munkát, hanem korábban is már itt dolgozott, sőt megbízott vezető volt. Lassan egy évre nyúlik vissza. Megpályázta az igazgatói pozíciót? Igen. Mi motiválta? A helyzet mindenképpen. Azért kérdezem csak, mert sokan a túlzott felelősség miatt, hogyha szeretik a hivatásukat, akár óvodáról beszélünk, bölcsödéről, vagy éppen közintézményről, azért a vezetői feladatokkal járó felelősség és döntési helyzetek, adminisztráció, az annyira nem mindenkinek vonzó. Ez így van, de sajnos olyan szomorú volt a helyzet, hogy beálltunk a feladatba. Ádám Éva elhunyta után kellett újra rendezni a sorokat. Milyen elképzelésekkel vágott bele? Tényleg, ahogy mondta, hogy nehéz egy ilyen feladatot az embernek csak úgy hirtelen elvállalni, vagy tehát én nem készültem erre sose, de hát tudtuk folytatni azt, amit elkezdtünk, vagy Évával csináltunk, és akkor hát a kollégák segítségével gondoltam, hogy hát ez azért meg tudjuk oldani, menni kell tovább. Könnyebbséget jelentett az, hogy beleláthatott, együtt dolgozhatott az elődjével? Határozottan, sőt, sajnáltam is, hogy nem volt lehetőségem tovább, vagy többet dolgozni vele. Mi mondható el a könyvtárról, ugye járási város budakeszi, ennek ehhez megfelelő méretű az állományuk, igen, a gyűjteményük? Igen, mindenképpen jó méretűnek találom az állományt, jó az összetétele is. Most nyáron nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a még korszerűbb könyveket találjanak az olvasók a polcon, mert a régi, kevésbé használt könyveket hátrébb vittük a raktárba, vagy akár töröltük is. Sőt, azt hiszem, hogy voltak ilyen városi rendezvények, hogy a dobozokban még Ádám Éva kedvezményes áron. Igen, most is volt, ezt így csináljuk, tehát minden városi rendezvényen részt veszünk, és áruljuk a leselejtezett vagy törölt könyveinket, kedvezményesen lehet megvenni. Tehát tulajdonképpen arra koncentrálunk, hogy az olvasók érdeklődését minden szempontból figyelembe vegyük, és kielégítsük a kéréseiket. Nagyon örülünk, hogyha kérnek konkrét címeket, van is rá lehetőségünk, hogy megvegyük, mert elég jól állunk. Én úgy érzékelem, hogy jó a anyagi lehetőségünk. Nagyon sok új könyvet veszünk idén is. 1500 kötetet fogunk tudni megvenni. A recesszió küszöbén vagy már benne, infláció az egekben, azt mondja egy intézményvezető, hogy jól állunk. Kapunk az önkormányzattól nagy támogatást, de van a kormánytól is egy ilyen normatív támogatás, ami csak könyvvásárlásra fordítható. Ez kivételesen most ezt csak dicsérni tudom. A rezsi emelkedés az önöket sem kíméli, tehát itt azért világítani, fűteni kell télvíz idején. Erre még nem tudják, hogy milyen megoldást. Dolgozunk a megoldáson, művelődési háza összhangba meg kell találni a megoldást. Majd ezt meg később fogjuk tudni. Sok intézmény abban gondolkozik elsősorban, hogy a nyitvatartási időt korlátozza, kevesebb ideig, este előbb zárnak be, vagy délután. Tehát önök is keresik az alternatívát. Keresik az alternatívát. Azt terül el nekem, és megmondom mindjárt, hogy miért is kérdezem, ahogy kérdezem. Miért lesz valaki könyvtáros? Mit talál vonzónak ebben a hivatásban? Jó, én is szeretek olvasni, vagy szeretem a zenét hallgatni, de nem tervezem, hogy zenekart alakítsak. Szóval én történetesen egy évig jártam könyvtárszakra, magyar könyvtárszakra, a szombathelyi tanárképzőre, de igazából ott végig bizonytalanság volt, hogy mindenki olvasó részlegen akart lenni, tehát az olvasókkal szeretett volna kommunikálni. De hát döbbentünk rá, hogy egy csomó olyan adminisztratív része van a könyvtárosi munkának, ami nem olyan izgalmas. Önt mi vonzotta e területre? Én a könyveket szerettem, tehát ez akkor ez közös valahogy. Az, hogy az emberekkel kommunikáljak, igen, hát ez két része van a könyvtárosoknak. Van, aki szeret az emberekkel kommunikálni. Olvasószolgálat. És akkor az olvasószolgálat, közönség kapcsolat munkaterületen helyezkedik el. Van, aki kicsit magába
hozzápa fordulók, maguknak valók, azok meg egy másik munkaterületet találnak meg maguknak, és hát ebbe ez a legjobb, hogy minden habitus megtalálja neki megfelelő területet. Például a raktárban dolgozó emberek szeretnek rendet rakni, a rendszert fönntartani, mozgatni anyagot, például általában nagykönyvtárakban, raktáros állásokra sokszor diákok, akiket éppen nem vettek föl az egyetemre, vagy egy évet kihagynak, tehát ilyen, az egy ilyen sűrű mozgó munkaterület, vagy sűrűn változó, amiről meg kevesebbet tudnak esetleg így az olvasók, az pedig a könyveknek a beszerzése, a könyveknek a földolgozása, az is például bibliográfiai leírás, bibliográfiai leírás egyetemes létezik, tizedes osztályozás. Egyetemes tizedes osztályozás létezik, és ezek meg olyan személyiségjegyeket kívánnak, amik egy kicsit inkább az elmélyültebb munkára, önálló feladatvégzésre, pontos munkavégzésre alkalmasabb személyiségjegyeket kívánják. Önnek, mint intézményvezetőnek most már mindenre rálátása kell, hogy legyen, tehát mindez kell, hogy értsen. Igen, elég jó hátterem volt, mert a műegyetemen dolgoztam. Engem ugye a könyvek beszerzése fogott meg, ott kezdtem, ott is hagytam abba. Ha már a könyvek beszerzéséről beszél, mondta, hogy igyekeznek felmérni, hogy a helyi olvasók milyen igényeket fogalmaznak meg. Ilyenkor van egy tím, a könyvtáros kollégákkal együtt eldöntik, hogy ezek közül mire van lehetőség, mi az, ami prioritást élvezzen. Igazából az lenne a kérdés, hogy azt próbálom meg megfogalmazni, hogy egy önkormányzat üzemeltett városi könyvtár munkatársainak, vezetőjének elsősorban a helyi olvasók, közönség igényeit kell kielégíteni, hogy feladata az is, hogy egy kicsit formálják az olvasási szokásokat, a tartalmat. Egy városi könyvtárnak az a feladata, vagy egy ilyen méretű könyvtárnak az a feladata, hogy ellássa a lakosságot a kikapcsolódáshoz, művelődéshez szükséges, önképzéshez szükséges irodalommal, és hát igen, hogy formáljuk. Hát sajnos a könyvek között vannak olyan könyvek, amiket a minőségük szempontjából nem ajánlunk. Erre gondoltam, de mindenki azokat kéri, akkor önök azért döntenek azért úgy, hogy oké, de azért igen, legyen. Igen, azért legyen, tehát azért megnézzük, hogy ne lepjen el minket a nagyon durva lektűr irodalom, de hát van, akik szeretnek egy kicsit könnyedebb olvasmányokat olvasni, de amellett azért persze, hogy olvasnak igényesebb irodalmat, azért legyen választék a jobbból is, a könnyen olvashatóból, mert különböző élethelyzetben vagyunk, és például, ha valaki csak a buszon szeretne valamit gyorsan, könnyedén olvasni, a buszon ugye az embernek szerte széthordják a figyelmét a környező események, nem tud annyira odafigyelni, vagy munkában menet, nem is akar annyira nehéz problémákkal még szembesülni az irodalom olvasásával. Tehát legyen ilyen irodalom is. Ugye szeretjük a könyveket, és akkor az új könyveknek az átnézése, lapozgatása, az egy élmény. Tehát azért minden könyvről van egy benyomásunk, ismerünk ők a szerzőket, hogy ez népszerű. Itt, hogy ilyen kis térbe dolgozunk, és ilyen közel vagyunk így a kollégákkal, aki a kölcsönzéssel foglalkozik legtöbbet, az mondja, hogy hú, mennyit keresik ezt a szerzőt, ez nagyon népszerű, vegyünk még a munkáiból. Tehát, hogy így oda-visszaműködik a kapcsolat. Az ember, ha bent dolgozik a kis háttérszobában, a fülét kint hagyja, hogy hallja, hogy mi folyik kint, milyen könyveket keresnek, dicsérnek, vagy mondják, hogy hát ez olyan nehezen olvasható volt, hogy én nem is tudom, hogy ki szereti ezt. És akkor egyszer csak kiderül valakit, meg mégis meg ez a stílus fogott. Van olyan szerző, vagy olyan könyv, ami úgy került önhez, és úgy lett az egyik kedvence, vagy kedves olvasmánya, hogy valamelyik olvasó hívta fel rá a figyelmet? Persze, ez működik. Például múltkor egy kedves olvasónk hozott vissza könyveket, és akkor az egyikre így ránéztem, ezt elviszem én is. Tehát, hogy így simán, ahogy forognak, előkerülnek könyvek, nem csak a legfrissebbek, hanem a polcról ugye a régebbi könyvek is még
megtalálják az olvasóikat, fölbukkannak olyan címek, ami az embernek a saját személyes érdeklődésébe is pont belevág, de nem is tudtam róla, mert pont nem vettem észre. Ez a méretű állomány, ez így első ránézésre, hogy ez egy ekkora teremben van, amekkorában vagyunk, ugye, nem tűnik nagynak, főleg egy nagy könyvtár után ez a kicsinek tűnt, de hát itt minden könyv, aki velük dolgozik nap mint nap, hát szinte személyes ismerős. Ez a könyvtár, ez mindig népszerű volt abból a szempontból is, hogy elég gyakran rendeztek olyan beszélgetéseket, találkozókat kortárs szerzőkkel, vagy úti beszámolók szerzőivel, ami népszerűvé tette, sőt iskolák, iskolai csoportok is jöttek. Ez marad? Továbbra is marad. Hát a Covid után nehéz volt egy kicsit újra elindulni, meg fölvenni a fonalat. Nekem is nehéz volt így a váltás során ebbe bele szokni, ebbe a ritmusba, de szinte minden hónapban volt az eddigi időszakban valamilyen előadásunk. Író-olvasó találkozó is, történész meghívottak voltak, helyi szerzőkből is vendégül látunk Zalai Károlyt, Somogyi Rékát. Valami újításban gondolkozik-e, ami év alatt nem volt, de önnek eszébe jutottak el már régebben is, hogy olyan program, olyan akció? Az író-olvasó találkozókat visszük tovább, a küszöbön áll a Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata, és ide is már le vannak szervezve a meghívott vendégeink, tehát majd erre is fölhívjuk a figyelmet, hogy már lehet a programokra majd jelentkezni hamarosan. Ami az én szívügyem, az, hogy idegen nyelvű irodalomban nyissunk egy kicsit. Azt gondoltuk, hogy német nyelvű irodalomból viszonylag el vagyunk látva, mi nemzetiségi könyvtár kapunk ajándékkönyveket, de hogy az angol nyelvű irodalom felé is nyissunk. Ez a tervünk most, hogy a kortárs angol szerzőktől azokat, amit a magyar nyelven is szeretnek olvasni az olvasók, abból az eredeti angol nyelvű műveket is megismertessük, beszerezzünk néhányat, meglátjuk, hogy fogadják az olvasóink. Mindenesetre mi visszatérünk majd, amikor aktuálisra válnak ezek a programok. Egy utolsó bónusz kérdés, rövid választ kérek. Mit olvas éppen, mi az, amit ajánlana? A delfti csempefestőknek a munkásságát mutatja be, de egy személyes történeten keresztül, tehát egy megőzvegyült asszonynak az útkeresése. Fikciós? Vagy nem, történelmi, egy sima történelmi regény az 1500-as évekből. Ez a Gyöngyfűbe valós lány, hogyha ez így ismerős valakinek, amiből film is készült, ez ehhez hasonló, tehát ez a holland reneszánsz és a szép kék-fehér csempefestés kialakulásának a történetét. Hát sok olvasót kívánok ehhez a könyvhöz is, és járjanak, jöjjenek könyvtárba. Köszönöm a beszélgetést. Várjuk az olvasókat. Köszönjük szépen. Munkával. Köszönöm.